Egy ember meghalt, és több mint 5000-en kerültek kórházba, miután egy hatalmas homokvihar söpört végig Irakon. A légzőszervi panaszok zömét a bagdadi kormányzóságban regisztrálták. Egy hónapon belül ez már a 7. ilyen homokvihar volt az országban. Szakértők szerint a klímaváltozás és a kevés csapadék miatt egyre több és egyre erőteljesebb homokviharokra kell számítani a térségben. Lézeres jelzőfénnyel irányította az autósokat egy bagdadi rendőr csütörtök este. Egy hónapon belül már 7. alkalommal alakult ki az országban erőteljes homokvihar. A narancssárga színű por belepte a főváros utcáit, fennakadást okozva nem csupán a közúti közlekedésben, de a mindennapi életben is. 3 éve alig van eső, és a por összegyűlt, a vihar pedig idehozza a sivatagból. Én kávéárus vagyok, de a por ellehetetleníti a munkámat. A többi árus is hasonló helyzetben van, sokan közülük már 2 napja elmentek innen, mondta egy helyi férfi. A rossz látási viszonyok miatt csütörtökön néhány órára a bagdadi repülőtér forgalmát is le kellett állítani. A homokvihar nem csupán a fővárost érintette súlyosan, de az ország nyugati felén található Anbar és a délnyugati Nedzsef kormányzóságát is. A helyiek közül néhányan úgy vélekedtek, többet is tehetnének az ehhez hasonló természeti csapások megelőzése érdekében. Nem tudunk lélegezni egy ilyen porviharban. Ez már sokadszorra történik, és mindig vannak áldozatok, pedig lenne rá megoldás. Kialakíthattak volna például zöldövezeteket, hogy ellensúlyozzuk a klímaváltozást, magyarázta egy bagdadi újságíró. A por miatt országszerte mintegy 5000-en kényszerültek kórházi ellátásra, egy ember pedig életét vesztette. Az iraki egészségügyi minisztérium azt közölte, a légzőszervi panaszok zömét több mint 2000 esetet a bagdadi kormányzóságban regisztrálták. Azt is kiemelték, hogy az ellátásra szorulók többsége idős, vagy valamilyen krónikus betegségben szenvedő. Már egy hónapja érkeznek hozzánk betegek ilyen problémákkal, de az elmúlt 2 napban több mint 90 embert vettünk fel a sürgősségi osztályra. Szerencsére el tudjuk látni őket, sokszor oxigénpalackok nélkül is stabilizálni tudjuk az állapotukat, nyilatkozta az egyik bagdadi kórház sürgősségi osztályának vezetője. A klímaváltozás és a szárazság miatt az elmúlt években egyre gyakrabban és egyre hevesebben jelentkeznek a homokviharok Irakban. Szakértők szerint az ország víztartaléka a tavalyi évhez képest a felére csökkent, ráadásul a Tigris és az Eufrates folyók, amelyek az ország felszíni vizeinek nagy részét teszik ki, akár 20 éven belül kiszáradhatnak.